Jó estét kívánok, folytatódik a napi aktuális, már is mutatom a következő témákat. Visszalépett a jobbikos főpolgármester jelölt Vitézy Dávid javára, aki ma mutatta be 101 pontos Budapest programját, őt várom ide a stúdióba. Aki viszont már itt van, Novák Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, hiszen egyes hírek szerint Izrael megtámadta Iránt, ezt viszont Irán cáfolja. Mi várható a Közel-Keleten? Erről fogok vele beszélgetni. Novák Attila, jó estét kívánok, jó üdvözlöm. Estét kívánok. Igen, ugye az az alapvető kérdés, hogy Irán megtámadását Izraelnek tulajdonították, ugyanakkor ez kategorikusan cáfolta Irán, és azt mondta, hogy nem Izraelnek tulajdonítják be ezt a támadást. Ez valóban így van-e? El kell-e hinni ezeket a nyilatkozatokat, avagy egész egyszerűen csak próbálnak időt nyerni egy esetleges nagyobb mértékű ellentámadásra? Hát nem hiszem, mert az Irán nagyon sajátosan értékeli a valóságot. Ugye múlt szombat éjjel több mint 300 drónt és rakétát zúdított Izraelre, lánguló Tel Avivot mutattak a iráni média képernyői, vagy otthon nézték meg Iránban a televíziót, de ez igazából csílei erdőtüzeket raktak be, hogy illusztrálják Tel Aviv égését. Tel Aviv természetesen nem égett. Tehát ez tulajdonképpen Iránnak szól kizárólag. Az egész világon ezt teljesen úgy veszik, hogy Izrael támadta meg, illetve Izrael támadott most vissza Iránnak, és az izraeli sajtó és az izraeli média is így vesz, hogy Izrael megtámadta Iránt, úgyhogy ez biztosan így vehető. A jelen események szerint, vagy azok alapján lehet előre becsülni, hogy mi fog a közeljövőben, akár jövő héten, vagy viszonylag rövidebb időn belül történni? Mennyire eszkalálódhat ez a konfliktus most? Ez attól is függ egyébként, hogy mi történt pontosan. Van egy teljesen friss hírem, ezt gyorsan elmondom, az ABC amerikai hírcsatorna szerint egyik izraeli rakéta, a Natanz, ugye az Iszfahán mellett az iráni város volt, aminek a környékét támadta Izrael, szóval ott levő nukleáris létesítmény radarrendszerét támadta. Tehát ez magyarul egy sokkal keményebb és sokkal figyelmeztetőbb lépés Izrael részéről, mint amit korábban gondoltunk. Most a világ az nyilván deeszkalálni akarja a helyzetet, nem akar se, nem hogy világháború, de ilyen komolyabb regionális háborút sem. Az iráni nyilatkozatok azért inkább próbálják bagatellizálni ezt az egészet, ami történt. Három drónt lelőttek, meg nincsenek komolyabb károk, akkor próbálják, hogy egy nevetséges kísérlet volt, és a többi, és a többi. De ez inkább azt mutatja, hogy Irán nem akarja eszkalálni a helyzetet. Egyébként Lavrov orosz külügyminiszter is hasonló üzenetet küldött Izraelnek, hogy Irán nem akar egy újabb háborút. Ez Izraelbe se igazán nagyon kívánatos lenne, hogy most kitörne egy ilyen komolyabb háború a két ország között. Hát az nagy kérdés, Izrael most elbírna ezzel a többi konfliktus mellett? Hát ugye múlt szombat éjjel kialakult egy ilyen nagyon érdekes ilyen izraeli, arab, nyugati katonai szövetség, amely pillanatok alatt megint összeállhat. Nem hiányzik ez Izraelnek, de gondolom, hogy Iránnak se hiányzik, hogyha mondjuk a teljes izraeli rakétaarzenált megkapnák. Tehát hogy ez nem igazán szolgál semmit. Egyébként ez egy ilyen korlátozott katonai csapás volt, tehát hogy nem polgári lakosokat érintett, a városoknak, nem a városoknak a lakott övezeteit, hanem ilyen katonai létesítményeket érintett, és igazából nem is tudjuk pontosan, hogy mi történt. Az egyik azt mondja, hogy fél, hogy drónokat lőttek le, a másik azt mondja, hogy nem mi voltunk, illetve nem hivatalosan valószínűleg cirkáló rakétákat lőttek egy hajóról. Egyébként több országban, Irakban és Szíriában is támadtak ilyen Iránhoz köthető katonai csoportokat, létesítményeket, de igazából pontosan még nem tudjuk, hogy mi történt. Azért érdekes ez, hogy senki nem tudja pontosan, hogy mi történt, és a nyilatkozatok is más irányba mutatnak, mert pont az iráni államfő mondta azt a múlt heti izraeli támadásról, hogy megmutatták Irán tekintélyét, az iráni nép egységét és vasakaratát, hogyha nem feltétlenül deklarálják, hogy mi a céljuk, mire volt ez jó, csak ez a tekintélyelvű lépés, akkor az viszont mi célt szolgálhat hosszú távon?
Hát Irán az egy nagyon érdekes ország, ugye ez egy több ezer éves kultúra, több ezer éves államiság van itt, nagyon büszkék magukra, és van egy ilyen furcsa birodalmi, hogy is mondjam, ilyen obszesszió, tehát hogy ők egy birodalom a Közel-Keleten, amit egy jelentősen ront az a tény, hogy körben a határai mellett amerikai támaszpontok vannak, Izrael konfliktus van, és Izrael gyakorlatilag az elmúlt években a nukleáris, bizonyos nukleáris létesítmények ellen, illetve tökéletes bizonyos atomtudósok ellen támadásokat hajtott végre, ezeket sokszor halállal végződtek. Ugye a Nyugat és Irán között zajlik egy ilyen nukleáris megbeszéléssorozat, megállapodtak, aztán Trump elnök idején visszaléptek, aztán Biden megint enyhített rajtuk, de Irán halad gyakorlatilag, azt mondják a szakértők, hogy nem sok választja el az, hogy atombombája vagy nukleáris bombával rendelkezzen, urándusítás folyik, kapacitások azok növekedtek az elmúlt években, tehát ilyen szempontból ez nem olyan vicces dolog, de például, hogyha azt nézzük, hogy Pakisztánnal volt egy hasonló konfliktusa még ebben az évben, amikor ők megtámadtak, tehát az iráni hadsereg megtámadott egy ilyen csoportot, egy iszlamista katonai csoportot, Pakisztán meg visszament és rakétázott szinte utána, akkor ez tulajdonképpen van ennek pandantja, szóval van ennek párhuzama. Tehát ezekkor véget is érhet ez a konfliktus ilyen szinten. Véget érhet, vagy sokan attól félnek, hogy pont emiatt tovább eszkalálódik ez a helyzet, és egyre inkább megint előtérbe kerül egy újabb atom, vagy atomháború esetleges kitörése, ettől valahogy mindenki fél, és mindenki próbál óvatosságra inteni, hogy eddig a pontig ne. Csak ugye ez szinte hajszálon múlik. Hát igen, bár mondom, hogy az atomháború azért senkinek nem érdekel, mert az óriási pusztítással járhat. Ugye Irán azt mondja, hogy Izraelnek lehet atombomba, vagy akár Pakisztánnak lehet atombomba, akkor nekik miért ne lehet. Ugye azt kell megérteni, hogy ezért ez egy agresszív nagyhatalom. Tehát az Irán nem egy békés ország, több konfliktusa van az arab, nem véletlenül a szaudiak, a titkosszolgálatok segítette az Irán elleni izraeli védekezés. Ugye azt mondja, hogy a jordán légvédelem szintén csatlakozott a izraeli, amerikai, brit-francia együttműködéshez, ami múlt szombat éjjel kialakult, és van egy pont, hogy az Egyesült Államok ugye választásokra készül, ez lecsökkenti az erejét, tehát hogy igazából nem arra fókuszál, a Biden elnök a saját demokrata pártjának az izraelnes szélsőséget is próbálja valahogy féken tartani, de ugyanakkor támogatja Izraelt, tulajdonképpen valószínűleg a demokratáknál az utolsó ilyen Izrael barát elnök az Biden, amerikai elnök, tehát van egy ilyen bizonytalanság a Közel-Keleten, ezt érzik ezek az erők, akik gyakorlatilag így a saját kis érdekeiket követik. Próbálnak kivárni most? Hát biztos, hogy én azt gondolom, hogy most kialakult ez, hogy Izrael, ugye Magyarországnál is beszélünk, hogy nemzeti szuverenitás, az semmelyik ország nem szereti, hogyha egy másik ország 300 drón, meg cirkáló rakétát, meg nem tudom miket küld be. Tehát valamilyen választ kellett adni. A válasznak azért nem lehetett totálisnak lennie, hanem az, hogy mi megmutattuk, hogy válaszolunk. Egyébként ezt követelték a katonák, illetve a Netanyahu kormányban lévő, vagy a Likudnál még jobbra álló pártok is, hogy még keményebben válaszoljon Izrael. Tehát megtörtént a válaszcsapat, ez Netanyahu-nak egyfajta politikája, de azért ez nem olyan, megmutatta, hogy Izrael tud károkat okozni, de igazából a károkozás azért nem volt olyan, vagy annyira jelentős, nem tudunk például halálos áldozatok, lehet, hogy vannak egyébként, ez könnyen előfordulhat, hogy vannak, Damaszkuszban voltak, nem tudunk erről semmit, de az, hogy Iránnak megmutatja, hogy eddig és ne tovább, hogy ne támadja többet Izraelt, és ez lehet, hogy valamennyire lehűti a kedélyeket. Ebben lehet reménykedni. Biztosan fogunk még erről a konfliktusról beszélni, várjuk vissza legközelebb is. Köszönöm szépen!